Mindenki ott segít, ahol tud a nehéz helyzetben. A divattervező maszkokat var, nem is akármilyeneket. Ugyan orvosilag nem egy elismert száj- és orrvédőről van szó, de Táncos Anita alaposan utána nézett, hogyan tudná a legbiztonságosabb maszkot készíteni. Ez egy nagyon sűrű szövésű, nagyon jó minőségű batisztanyag. Egyébként ingeket szoktunk belőle készíteni. Egy jól látható, hogy tehát nem úgy, mint a lepedővászonát, rendkívül sűrű. Ezt az anyagot még két különböző sűrű szövésű réteg követi, így valóban nagy segítséget nyújthat használójának. Táncos Anita már több mint 80 darabot készített, és összefogásban Cseri Erikával, a Mirabilis Könyvelő Kft. Ügyvezetőjével a Pamok különböző osztályaira juttatja el a napokban. Néhány nappal ezelőtt felkértek a Győri Kórházból, az onkológiai osztályról, később pedig a kardiológiáról, hogy maszkokra lenne szükségük. Természetesen én kicsit óckodtam ettől, mert utána olvastam az erre vonatkozó szabályos maszknak, tehát milyen alapanyagból és milyen státusznak kell megfelelnie. És én úgy gondoltam, hogy ha esetleg tudok ebben úgy segíteni, hogy kitalálok egy olyan megoldást, vagy létrehozok egy olyan megoldást, ami nyilván itt most az orvosoknak, meg a nővéreknek kell első körben maszk, akkor természetesen minden további nélkül létrehozok arra szükséges darabszámot. Unikornissal és apró tündérekkel díszített maszkot is készített a divattervező. Elmondása szerint ezzel akar kedveskedni azoknak a gyermekeknek, akik az onkológiai osztályon vannak jelenleg is. Az orvosok is különböző mintás maszkokat kapnak, nem a divat, hanem a pozitívabb érzés kedvéért. Táncos Anita a Győr Plusz Televízió stábjaira is gondolt, és 30 darab szájvédő maszkot kaptunk ajándékba. Azért, mert emberek között mozogtok, tehát hogy ugyanúgy, mint a bolti dolgozók, vagy a szemétszállítók, vagy a buszsofőrök, és itt sorolhatnám azokat az embereket, akik egyszerűen most szükségünk van rájuk, és nem maradhatnak otthon. És nyilván mindenkinek nem tudok, és nálunk ugye az alapanyag kapacitás az véges, mert azt használtam föl, ami jelen pillanatban van. Öröm az ürömben, hogy Győr ismét összefog. Az itt élő emberek gondolkodás nélkül segítenek egymásnak ebben a nehéz helyzetben. Jó azt látni, hogy a bajban számíthatnak egymásra az itt élők. Táncos Anitának pedig a Győr Plusz Televízió dolgozóinak nevében szeretném megköszönni a hasznos ajándékokat.